igét, melyet éltek áldozának, szívébe írták az egész hazának. Utód fogja hű utód tanulni, hogyan kell élni, hogy lehet meghalni. 1849. október 6-a a dátum, amely kevés magyarázatra szorul. A 170 évvel ezelőtt történt esemény szomorú emlékezésre ad okot. Miután 1849. augusztus 13-án világosnál a magyar csapatok letették a fegyvert az orosz csapatok előtt, befejeződött az 1848-49-es szabadságharc. A fegyverletétel után sötétségbe borult Magyarország. Mint minden nap és nemes eszmének, úgy ennek a szabadságharcnak is megvoltak a maga áldozatai. A megtorlás legfeketébb napja, október 6-a volt, hajnalunk hosszú agyáltának csúcspontja. Hajnalunk pedig emlékezetessé akarta tenni. Ezen a napon végezték ki Pesten.
megmondja gyerekeknek. Ezt követően 3 vagy 6 parancsnok következik. Nézd rá! A lelki ismeretem felzúdult, s lelkemben egy gyakor utáni vágy ébredt fel. Nagycsándor József, ha nekem mondom neked, éljen a hazam, legyen szabad Magyarország! Gróf Leningen Westerburkán! Istenetek, bajtársak, nem sokára más igazabb bíró előtt fogunk állni. Leningen, a szabadságharc utolsó hadügyminisztere, Aurin Lajos követte. Lelkiismeretem tiszta, felment minden önvádalom. Majd a hősök hőse, a szabadságharc cselekvő hadvezére, Damjanics János bicegett a vitófalra. Azt gondoltam már, hogy én leköszönök az utolsó, holott a harcban mindenütt én voltam az első. Az utolsó 13. férfi, Bécsei Károly grófot, hajnal különös kegyetlenséggel sújtotta. Végig kellett nézni a társai kivégzését, mivel már nem búcsúzhatott el senkitől, az előtte kivégzett Damjanics János kezét csókolta meg. Bármi legyen utam vége, azon én többé vissza nem fordulhatok. Amit tettem, katonai, emberi kötelességem volt. A felhőben, mely ott simult, talán Batyám járja van, s lenéz magyar, reád, s mutatván a szerém helyet. S azt súgja halkan, ne feledd októbernek 6-án. A szabadságharc 13 tisztjáról nemzetünk mártírjai. Kevesek azok közül, akiknek tudjuk a nevét. Rajtuk kívül még most 120 ember kivégeztek Aradon, 1200-an börtönbe kerültek, több ezer emigráltak, és fél 100 000 honvédetbe soroztak a császári seregbe. 1848. október 6-a nemzetünk történetének egyik leggyászosabb napja, míg magyarok